Több mint egy éve, 2021. március elején lépett ki az éjjelszexárdból Zaják Rita. Azt mondja azért, mert addig sokáig hitte, hogy 9 év ellenzéki politizálás után végre jó dolgokat tudnak véghez vinni a Tolnai megyeszékhelyen. Mint fogalmazotta, az ész viszont nem ezt tette. Szerinte megakasztották a futó projekteket, és a saját embereiket ültették a közgyűlés bizottságaiba. Bomba Gábor néhány napja írt a Facebookon arról, hogy a frakciója és a Fidesz megállapodtak a közös munkáról. Zaják Rita szerint ezt már évekkel ezelőtt meg kellett volna tenni a háborúskodás helyett, azért, hogy szexárd fejlődni tudjon. Én azt szeretném kérni, hogy Bomba Gábor kérjen bocsánatot a szexárdiaktól, hogy ezt nem korábban lépte meg. Amikor engem Ács felkért tanácsnoknak 2020 novemberében, én leültem Bomba Gáborral, és mondtam, hogy én szeretném ezt elvállalni, pont azért szeretném elvállalni, hogy rajtam keresztül egyfajta ilyen kiegyezés legyen, hogy haladjanak az ügyek, hogy ne maradjunk le még jobban, mert én is valahogy voltak és vannak lemaradások. Zaják Rita példaként említette az Uszoda projektet. Azt mondja, már akkor fel kellett volna mondani a szerződést a kivitelezővel, amikor még az éjjelszexárd többségben volt. Ám erre csak most került sor. Szintén értetlenül áll azelőtt, hogy a legutóbbi közgyűlésen, ahol az ész tagjai voltak többségben, miért fogadtak el olyan határozatot, ami gyakorlatilag ellehetetleníti az Allende utcába tervezett háziorvosi rendelő megépítését. Kidobtunk már a Szabó Dezső kapcsán kidobtunk terveket, kidobtunk itt is tervekre, ugye kifizetett pénzt, a Szabó Dezső kapcsán perben állunk a kivitelezővel, hiszen ott már kiválasztott kivitelező volt. Most itt a tervekről kell, ugye, és az idő, ami megint elfogyott, tehát, hogy ezt nem érzem konstruktívnak, és pláne nem előrelépésnek. A sajtótájékoztatóval kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort is. Azt kérdeztük tőle, miért csak most 3 évvel a választások után ültek le az asztalhoz a kormánypárti képviselőkkel, hogy szexárd fejlődni tudjon, és miért nem tették ezt meg korábban. Ezt egyébként maga a Bomba Gábor is fontos eredményként tüntette fel a Facebook bejegyzésében. Látszik, hogy a végre szót ki is emelte. Kérdésünkre viszont csak annyit válaszolt, hogy ők korábban is egyeztettek a kormánypárti frakció tagjaival.